A play-out befejeztével lezárult a 2020-21-es kosárlabda bajnoki szezon. A PVSK Veolia együttese a 11. helyen zárta a minden szempontból nehéz idényt. Csalódás volt számunkra, hogy nem sikerült a playoffba kerülni, pedig az alapszakasz végén volt egy nagyon jó periódusunk. Hullámzó volt a teljesítményünk az egész szezonban, de főleg a play-outban, amikor a játékosok mentálisan és fizikálisan is fáradtak voltak már. Annak viszont örülök, hogy a fiatalok, Hőgye Patrik, Rátvai Balázs és Meleg Gergő jól tudott bemutatkozni a felnőttek között, hiszen a fiatalokra szeretnénk építeni a jövő csapatát. Bán Gábor, a PVSK Marketing Kft. Ügyvezetője elmondta, annak ellenére, hogy az utóbbi 10 év legalacsonyabb költségvetésével kellett nekivágni a szezonnak, az utolsó pillanatig megvolt az esélye annak, hogy a csapat a playoffba kerüljön. Ez azért látható volt valamennyire a játékos állományon is, és ez a szereplésben is valamennyire megmutatkozott. Vége van szerencsére ennek a szezonnak. Tényleg nagyon nehéz volt a pandémia miatt is. Próbáljuk építeni már az új szezont majd. Elkezdődtek a tárgyalások a játékosokkal. Nagyjából tudjuk, hogy ki nem marad, és hogy kik jönnek, vagy kiket szeretnénk, ha jönnének Pécsre. És a következő évi csapattal mindenféleképpen szeretnénk a 8-ba kerülni. Az már biztos, hogy 4 lejáró szerződésű kosaras távozik. Ruják András, Dragasevics Vejko, Czarev Alexej és Krivacevics Márkó is más csapatnál folytatja. A szakmai stábban is lesz változás. Dragan Alexics marad az A-csoportos csapat élén, Andrija Csirics pedig az NB1B piros csoportjában szereplő együttes irányítását veszi át. Gazdaságilag a következő szezon sem lesz könnyű, hiszen a rendelkezésre álló keretek korlátozottak, de a cél, hogy a 8-ba jutásra esélyes gárda legyen a PVSK, és az új igazolások mellett a saját utánpótlásából is szeretne egyre több fiatalt beépíteni a felnőtt csapatba a vezetőség.